kutyás berkekben, főleg a kevésbé tudatos kutyagazdák között széles körben elterjedt hit az, hogy a kutyának az az étel a legideálisabb, amit a gazdái is fogyasztanak, azaz röviden a leggyakrabban használt kifejezéssel élve az úgynevezett házi koszt. Habár kétségkívül igaz, hogy az ember által fogyasztott táplálékok egy részét egy kutya is hasznosítani tudja, ugyanakkor soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a kutya egy ragadozó, ősökkel rendelkező húsevő állat, táplálkozása, emésztése és biológiája eltér az emberétől, és sok esetben olyan élelmiszerek vagy táplálék kiegészítők is veszélyesek lehetnek az egészségükre, amik egy ember esetében semmilyen negatív hatással nem járnak együtt. Mivel a kutyatartók köre is szélesen rétegződik, természetesen sokan vannak, akik tisztában vannak mindezekkel, tapasztalataink és beszélgetéseink alapján azonban azt is elmondhatjuk, hogy legalább ekkora kört jelentenek azok, akik viszont nem. Olyanok is vannak természetesen, akik már hallottak hasonlókról, de a konyhában ártatlan szemekkel őket stírölő, tágra nyitott szemekkel éppen az éhes kutya vagyok drámai szerepét előadó kedvencüknek nem tudnak ellenállni, és csak leesik véletlenül az asztal alá néhány süti darab vagy egyéb finomság. Ebben a videóban megpróbáljuk összefoglalni és bemutatni azokat a táplálékokat, amelyek nemhogy ártalmatlanok, de kifejezetten egészségügyi károsodásokhoz vezetnek a kutyák esetében. Az előbb elmondottakból az is következik, hogy ezzel a filmmel elsősorban a kevesebb ismeretekkel rendelkező, vagy a kutyatartáshoz kevésbé tudatosan hozzáálló rétegnek szeretnénk információt nyújtani. Ha szeretnétek látni a sorozat többi részét is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a harangombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Nyugodtan küldhettek javaslatokat is kommentben, írjátok meg, milyen toplistákra lennétek kíváncsiak. 7. A tejtermékek. Kevesen vannak tisztában vele, de a kutyák többsége laktózérzékeny, és az ilyen termékek etetése hasmenéssel, gyomorgörcsökkel és puffadással járhat együtt. Természetesen vannak olyan kutyafajták, akik bizonyos tekintetben kivételt jelentenek. Gondoljunk például a nagytestű, eredeti környezetükben élő pásztorkutyákra, akik esetében a pásztorok bizony a tejsavót is gyakran felhasználták az etetéskor, de a napjainkban elterjedt divatfajták esetében elterjedt ez az érzékenység. Különösen figyelni kell az édesített, kiemelten a mesterséges édesítőkkel adagolt termékekre, hogy miért az az utolsó pontból kiderül majd. 6. A csontok úgy általában. Gyerekkorunk óta rajzfilmekben és a képregényekben a kutyákat csonttal a szájukban látjuk, tehát nézzük meg, mi is a helyzet ezen a fronton. Kétségkívül vannak olyan csont típusok, például a marha lábszárcsont, a bordacsontok, vagy más típusok is, amelyek rágása nem káros a kutyák számára, sőt hasznos is lehet, hiszen erősíti a rágóizmokat és tisztítja a fogakat. Ami viszont nagyon nem szerencsés, az a baromfiakból származó csöves csontok, főként ha azok főtt vagy sült állagúak. Ezekben az esetekben ezek a csontok szilánkosra törnek, amelyek komoly károkat tehetnek a kutyák nyelőcsövében és gyomrában. Egy külön elrettentő fejezet az úgynevezett műcsontok köre, ezt az angol rawhide-nak nevezi, amelyek az állateledel gyártók szörnyszülöttei. Kevesen tudják, hogy ezek többsége több alkalommal kemény vegyszerekkel kezelt marha bőrből készülnek. 5. A szőlő és a mazsola. Máig nem ismert, hogy pontosan miért, de a szőlő és a mazsola is mérgezést válthat ki kutyákban. Mindez azért is kritikus kérdés, mert a kutyák egy része nem tud ellenállni az édes íznek, és mi is láttunk már a szőlő fürtökről csipegető kutyát. Nagyobb mennyiségű szőlő elfogyasztása akár végleges vesekárosodást is okozhat kutyáknál. 4. Csokoládé és kakaó. Mind a csokoládé, mind pedig a kakaó tartalmaz egy olyan alkaloid vegyületet, a teobromint, amit szemben az emberekkel a kutyák nagyon lassan tudnak megemészteni. Mivel a felhalmozódó teobromin mérgező, ezért már kis mennyiség is rosszul létet okozhat kutyáknál, például fokozott izgatottság vagy szívritmus zavarok formájában,
nagyobb mennyiség elfogyasztása pedig keringési összeomlást is okozhat náluk. Hármas, a koffein. A koffein kutyákra gyakorolt hatásmechanizmusa nagyon hasonlít az előbb említett teobrominéhoz, tehát semmiképpen nem javasolt kutyák számára semmilyen formában. Habár mindenki tudja azt, hogy a kávé koffein tartalmaz, kevesen vannak tisztában azzal, hogy például a tea, sőt az energiaitalok, sőt a fájdalomcsillapítók egy része is. Tudjuk, hogy rendkívül cukik és jól mutatnak az Instagramon a gazdával együtt kávézgató kutyák, a valóságban azonban ez nem jó ötlet, mindenképpen kerülendő. Második, nyers disznóhús. Tudjuk, hogy a kutyák nyers hússal történő etetése egy nagyon megosztó témakör, amiről természetesen nekünk is megvan a véleményünk. Érdekességként talán annyit, hogy az elmúlt években, amikor majdnem 50 csúcs kutyatenyésztőnél jártunk, nem igazán láttunk arra példát, hogy a kutyák étrendjének egy részét ne nyers hús tette volna ki, például marha vagy szárnyasok. Mindez alól nagyon-nagyon szigorú kivételt képez a nyers disznóhús, amit kutyával etetni nyers állapotban tilos. A nyers sertéshús ugyanis tartalmazhat egy olyan herpeszvírust, ami az úgynevezett Aujeszki kort okozza, és a veszettséghez hasonló tüneteket okoz. Minden kutyásnak tudnia kell arról, hogy ez a betegség jelenleg nem gyógyítható, az elhalálozási arány kutyák körében 100%-os. Egyes mesterséges édesítőszerek, xilit. A lista első helyén a mesterséges édesítőszerek, de különösen a xilit vagy más ismert nevén a nyírfacukor állnak, aminek veszélyeiről szintén nagyon kevesen tudnak. Ezek a szerek jól beilleszkedtek az emberi táplálkozásba, de a kutyák esetében egy gyorsan ható méregként viselkednek. Ezen szerek elfogyasztása esetén a kutyák szervezete ezek édességét érzékeli, és azonnali túlzott inzulin termeléssel reagál, ami kóros szintű vércukor csökkenéshez vezet, aminek rövid időn belül kómás állapot lehet a vége. Ráadásul itt nem kell nagyobb mennyiségekre gondolnunk, kisebb termetű kutyák esetében ez a hatás már egészen kis mennyiségű édesítőszer elfogyasztása után is jelentkezhet, ezért is említettük például a tejtermékeknél a mesterséges édesítőszerekkel ízesített, például joghurtokat. Reméljük, hogy ezzel a listával tudtunk nektek segíteni a kutyátokra káros ételek beazonosításában. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a haranggombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!